az aktuális ügyfelünk jön, és itt az ügyfélfogadás megtörténik, tehát épp úgy, mint bármikor. Megfelelő óvintézkedések mellett fogadják az ügyfeleket a bogyiszlói polgármesteri hivatalnál. Ez azt jelenti, hogy egy csengetést követően az ügyfélfogadásra kijelölt ablakhoz érkezik az ügyintézés segítő kolléga, aki az ügyfél rendelkezésére áll, megoldja kérdéseit. A veszélyhelyzet kihirdetése óta minden előírt intézkedésnek eleget tesznek, mondta Tóth István polgármester. Különösen figyelnek és azon dolgoznak, hogy megkönnyítsék a hétköznapjaikat a veszélyeztetettebb korosztályhoz tartozó időseknek. Az idősebb korosztályt, aki Bogyiszlón köztünk él, mindenkit fölkerestünk egy szóróanyaggal, hogy számukra, amennyiben nincs mondom fiatal hozzátartozó, akkor megoldjuk a bevásárlás, gyógyszerbeszerzést, ételkihordozást, vagy amit kérnek tulajdonképpen, ezt azóta is folytatjuk, most már több mint két hete. Ezzel összhangban létrehozták a bogyiszlói idősmentő akciócsoportot, hogy a veszélyeztetettebb idősebb korosztály ellátását még hatékonyabban megoldják. Így akár szinte naponta jelezhető, hogy kinek milyen élelmiszerre, gyógyszerre van szüksége, és azt is látja a kérvényező lakos, hogy mikor szállítják ki rendelését. Aki igényli, azok számára akár könyvet is kiszállítanak a helyi könyvtárból, ezzel is könnyítve az otthonlétet. A segítségre szoruló időseket be lehet jelenteni külön formanyomtatványon, tájékoztatott a polgármester. Bogyiszlón eddig két család van önkéntes karanténban.